Nem értem, hol lehet Haman. Viszlát, Haman! Köszi az ünnepséget! Ne vesz csak nyugodtan! Holnap már nem lesz ilyen fene jó kedved! Vár csak! Dehogy nem! Ez tök mindegy! Bocsi, hogy késtem! Az igazi ok, amiért mindkettőtöket meghívtalak ide ma este, az, hogy... Ne feledd, Eszter! Soha nem kell félned a helyes cselekedettől. Felség! Valaki összeesküvés szőtt a családom ellen. Holnap reggel engem és a családom tagjait száműzik az örök csiklandozók szigetére. Hogy? Még hogy száműznék a királyném? Ki merné? Haman volt az. Hogy csak igaz ez? Nem is értem, miről beszél. Ő teljesen megőrül. Igazat mondtam. És tudnád bizonyítani ezt a vádat? Hidd el nekem, felség, kitaláció az egész. Álljunk csak meg, ez itt Mordecai. Hisz épp az imént ünnepeltük meg őt. Mordecai a bácsikám, uram. Az ő családja az én családom is, felség. Te száműzted volna a drága királynét és azt az embert, aki megmentette az életemet? Újas büntetés vár rád, Haman! Ezennel téged száműzünk az örök csiklandozók szigetére, és díszkíséretünk megkapod azokat, akik társaid voltak ennek az alattomos tervnek a kihagyalásában! Jaj, ne! Haman megkapta, ami járt neki. Ne sajnáljuk. És Mordecai, ez itt a kedvenc részem, elnyerte Haman régi állását. Ő lett a második ember a birodalomban. Nem rossz, ugye? Eszter pedig milyen remek lány. Sokkal bátrabb lett, mint hajdan volt, hiszen megmentette a családját. Nem született nagy embernek, és az iskolában sem tanult ilyesmit, csak egyszerűen rájött, hogy Isten útjai olykor kifürkészhetetlenek, és csak egyedül ő a titkok tudója. Eszter dolga csak annyi volt, hogy higgyen, bizony, csak úgy, mint egy hétköznapi ember. Épp olyan, mint te.